Nagyon örülünk, hogy már negyedik alkalommal közösen rendezzük meg a Szegedi Kis István Református Gimnázium és Általános Iskolával ezt a téli versenyt. Az első két évben a karácsonyi időszakban, most az utóbbi két évben pedig már így a fél év fordulóján rendezünk közösen versenyt. Nagy öröm, hogy messzebbről is eljönnek hozzánk, egészen Orosházáról, Gyuláról, Szarvasról is a más egyházi iskolák tanulói itt megmérettetni magukat. Több mint 100-an vesznek részt a versenyen, jó hangulatban telik el, és értékes ajándékokat kapnak a gyerekek. Református Általános Iskola is részt vett a versenyünkön. Ő náluk is nagyon sok úszókalánta tanul. Iskolánk fontosnak tartja az ilyen versenyeket, hogy lehetőséget adjunk a nálunk sportoló diákok versenyeztetésére. Eredmények is igazolják, hogy nagy létjogosultsága van ezeknek a rendezvényeknek, és iskolánk szívesen támogatja ezen rendezvényeket. Mint a hagyományok is mutatják, mi eddig 4 éven keresztül megrendeztük, minden tanítási évben rendezni fogunk legalább egy ilyen versenyt, általában télen, amikor az egyéb úszóversenyek száma csökken, ezeket általában tavasszal rendezik, és ezért is szándékoztunk ilyen holtidényben rendezett úszóversenyeket indítani. Idéntől határoztuk el, hogy külön profi és amatőr szinten hirdetjük meg a versenyeket. Erre azért van szükség, hogy a úszó edzésre járó diákok mellett azok is kipróbálhassák erejüket, akik csak keftelésből, önszorgalomból járnak úszni az úszodában. Új kezdeményezés volt még részünkről, hogy a diákokat kísérő tanárok is összemérhették erejüket, ők a szenior korcsoportban mérhették össze erejüket.